fesztiválra minél többször, és hát mindannyiukat. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy miniszter úr ezt a bejelentést itt tette, és átérezzük azt a felelősséget, amit mi a Bartók Fesztivál a világban, a Bartók Opera Fesztivál a világban egy Bartók év kapcsán érzünk. Természetesen nagyon reméljük, hogy meg is felelünk ennek a nagy felelősség által generált követelményeknek, és nagyon büszkén vállaljuk ezt a zászlóshajó jelzőt. Kérem szépen Hoppá Péter, dr. Hoppá Péter államtitkárt, hogy ő is mondja el gondolatot. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt miniszter úr, igazgató úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim, tisztelt alkotók. A miniszter úr annyira lényegre törően ismertette az állami álláspontot, hogy mi végre is szükséges az, hogy egy jelentős hagyományú vidéki fesztivál megerősítessék, hogy ebben a kérdéskörben én már nem tudok újabb információkkal szolgálni, ha csak nem azzal, hogy a Bartók Plusz Opera Fesztivál a miskolci helyszínnel tulajdonképpen egy kulturális sikertörténet Magyarországon. Az első polgári kormány idején 2001-ben indult el útjára, tehát idén 15 esztendős, a 16. fesztiválra kerül sor, és azt mutatja ez a másfél évtized, hogy igenis a vidék Magyarországán is nem csak hogy az igény jelentős a minőségi kultúra fogyasztására, hanem ugye azt szokták mondani, hogy az emberek a lábukkal szavaznak, tehát ott vannak a mérföldköveket jelentő vidéki eseményeken is, sőt a budapesti polgári közönség, kultúrafogyasztó közönség is egyre nagyobb szeretettel érkezik a vidéki helyszínekre. Ezt támasztja alá az a sok mérés, amely a Turizmus ZRT birtokában van, és amely azt bizonyította, hogy a kulturális fesztiválok időszakában, például a vendégészakák tekintetében 7%-os növekedést realizált Magyarország a tavalyi esztendőben. Ez egy nyilván szignifikáns szám, nyilván nem mondhatjuk, hogy egyik évben így van, másik évben úgy, tehát nyilván a külföld irányába történő értékközvetítés, kultúra közvetítés vonalán és a belföldi turisztika kínálata tekintetében is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnünk a kulturális turizmusra és ezekre az értékes fesztiválokra. Ezért nagyon fontos az a program, amelynek keretében a tavalyi 65 millió forint támogatás helyén az idén 345 millió forint támogatás szerepel az állami forrásokból a miskolci helyszínű másfél évtizedes fesztiválon. És miért van ez a vállalás? Persze kérdezhetik. Nyilvánvalóan, amit az imént már az elhangzott üzenetből kisejlik, Bartókhoz igazodni a magyar kultúrának az egy nagyon nagy tisztesség. És minden kornak meg kell találnia természetesen a maga eszközeit és a maga formáit ahhoz, hogy Bartók géniuszának üzenetét minél szélesebb körök számára eljutatni legyünk képesek. És a 2014-es kulturális kormányzás az politikája és program hirdetése a kulturális alapellátást tűzte zászlajára. A kulturális alapellátásnak pedig éppen az az üzenet és az a célja, hogy az ilyen kincseinket, ilyen kulturális értékeinket, mint a Bartók őt minél szélesebb körben történő terjesztése, vagy a minőségi kultúrához való hozzájuttatás, ebben ne legyenek kompromisszumai. Hogy azt merjük mondani, hogy elérkezett a kulturális decentralizáció korszaka Magyarországon. És a kulturális decentralizáció keretében merjen az állam bátor döntéseket hozni annak érdekében, hogy miközben a főváros kulturális lehetőségeit folyamatosan bővíti, aközben soha nem látott mértékű támogatásban részesítse a vidéki kulturális fesztiválokat és a vidéki kultúra főhelyeit. Nyilván tetszenek ismerni a számokat, a döntéseket, az adatokat, látják a budapesti hallatlan és történelmi léptékű kulturális infrastruktúra fejlesztést a Zeneakadémiától indulva, a Pesti Ligaton keresztül, a Várkertbazáron át, a BMC-n nagyon sok-sok objektum felépült vagy megújulhatott,
és ugye nem állunk meg, hiszen a Zeneháza csodálatos nemzetközi terve már rendelkezésre áll, szeretnénk új nemzeti galériát, a Liget projekt önmagában, egy hatalmas léptékű vállalkozás a kultúra fejlesztése terén, és mindeközben a fesztivál életben nagy lehetőséget lát a kormányzat. Azt mondtuk 2014-ben, hogy meg kell duplázni, vagy akár háromszorozni a legnagyobb, legrangosabb hívóértékkel rendelkező magyar fesztivált a Budapesti Tavaszi Fesztivál finanszírozásán. És ám a döntés megszületett, és az elmúlt években igazolta a döntés helyességét az idő. Hiszen az elmúlt két esztendőben azt is láthatjuk, hogy a budapesti fesztivál közönség az érték iránt fogékonyabbá vált, és azok a külföldi turisták, akik nyaranta is a Sziget, a Balatonszám volt alkalmával ide áramlanak Magyarországra, ők visszaérkeznek, és a más műfajú kulturális fesztiválokban is kiveszik a szerepüket, és baráti kövel, családdal viszont látjuk őket Budapesten. Tehát van egy mozgás az értékes fesztiválok bővítése irányában az állam szerepet vállal. Ugyanakkor valóban azt kell mondanunk, hogy ami vidéken értékteremtés, és ami elindult és szárba szökkent, amellé is, hogyha magas presztízsű értékről van szó, oda kell állni az államnak. Ezért történik ebben az esetben is, Miskolci Bartók Plusz Opera Fesztivál esetében is ez a kiemelt támogatás. A 15